amerikai kezdeményezésre, amerikai támogatással zajlik az üzleti tervezés képzés Nagyberegen. Pataki Gábort, a Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének alelnökét kérdezem. Mi a programnak a lényege, mióta zajlik? Te már a kezdetektől részt veszel ebben a programban az előző évben, 2018-ban indítottuk el a képzést. Tulajdonképpen felfrissítettünk egy olyan régi kezdeményezést, amely annak idején 2009-ben a Rákóczi Főiskolán indult, ugyanis ifjúsági üzleti program keretében ismertem meg azokat az előadókat, akik ezen a képzésen is részt vesznek, illetve később az egész mögött álló amerikai-magyar illetőt, dr. Forgács Pétert, aki igazából lelke kezdeményezője volt már a 90-es években, Először Magyarországon, Erdélyben, és akkor végül Kárpátalján, Beregszászon is megvalósuló ifjúsági üzleti programnak, illetve az azt megelőző ösztöndi programnak, ami az USA-ban, New York államban valósult meg, illetve más városokban is. A, mi, minket érint is, ami eddig mihozzánk hozzánk eljutott ebből a programból, az előbb említett üzleti program, illetve az előző évben a Fiatal Magyar Vállalkozó Szövetségének a szervezésében a Hátereit mi tudtuk képviselni, valósult meg az üzleti tervezési képzés. Ugyanis azt a felismerést láttuk, hogy főleg a fiatal vállalkozóink, a célcsoport, ugye 40 éves korosztályig azok, akik nyitottak a változásra, nyitottak egy új projekt elindítására, vagy eleve úgy próbálnak most a magyar állam támogatásából ide jövő gazdaságfejlesztési programban részt venni, hogy érzik azt, tudják azt, hogy mellé szaktudás még kell. Ugye megírni egy pályázatot, az nem feltétlenül egyezik egy üzleti tervnek a mélységével. Tehát mi nem azt a képzést nyújtjuk itt, hogy hogyan lehet egy egálede pályázatot például megírni, mert az élet, az üzlet a sokkal bonyolultabb, mint egy pályázat. Tehát maga az a kérdés, hogy hogyan lehet úgy sikeres vállalkozó, hogy már előre a kezdetkor vagy az átszervezéskor látja a jövőt, egy 5-10 éven belül tud úgy pénzügyileg, mint marketing szempontból, mint az üzletszervezése szempontjából egy működőképes konstrukciót, üzleti vállalkozást létrehozni és van-e általános tanács a működőképes vállalkozásra, független attól, hogy valaki mezőgazdasággal foglalkozik, vagy, vagy üzletvezető, vagy, vagy fogászata van, vannak-e olyan tanácsok, amelyeket minden kárpátai magyar vállalkozónak érdemes megfogadnia? Az elmúlt évben két modulunk már végigment, és én magam is részt vettem ezeken a képzéseken. Az előadóink Először elmondták a saját maguk általános elméleti anyagaikat. Utána különféle interakciók voltak, de leginkább az mutatta meg, hogy mi a különbség mondjuk egy Budapesten gondolkodó üzletember és egy kárpátaljai között, amikor már ők bemutatták az üzleti terveiket. Ugyanis egyik hétvégén kapják a képzést, elindítják a, a tervezésnek az útján, egy hónapig van a mentorálás, amikor e-mailben küldik az anyagokat, beszélnek a, a folyamatáról, majd pedig a következő hónapban jönnek és bemutatják. Na, amikor bemutatták, akkor szembesültünk igazából, hogy miben is más egy kárpátályai fiatal vállalkozónak a gondolkodása. És amiket úgy így, néhány dolgot a teljes igénye nélkül ki tudok emelni, az például az, hogy a fókusz a rendszerezettség. Ugye mi itt kárpátályaihoz vagyunk szokva ahhoz, hogy akár vállalkozunk, akár pedagógusok vagyunk, akár mi milyen tevékenységet folytatunk, amellett több minden mást is kell végezni. Na most ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai fiatal vállalkozó vagy vállalkozó is több fókuszú, nem tud csak a saját vállalkozására koncentrálni, és ez néha szétszórtsághoz, néha összeszedettség hiányát idézi elő, és erre hívták fel a figyelmet, továbbá még olyan hm, kérdések, hogy a pénzügyi tervezésnél nem teljes körül az átgondoltság. Mondjuk egy, példát a vállalkozó általában nem veszik figyelembe a saját maga munkáját, és nem számolja el költségként, amikor a pénzügyi tervet végzi. Utána pedig ugye szembesül akár egy őstermelő gazda, akár egy kezdő kereskedő vállalkozó, hogy nem tud azt olyan profitot mondjuk egy fóliaházban létrehozni, mintha kimegy külföldre is se országba, vagy Németországban dolgozik. Ugye itt a probléma gyökere az, hogy már a tervezéskor nem látta át annak az igényét, hogy hogy bele kell számítani olyan költségeket is, mint a saját munka, mint a családjának a befektetett munkája, és sokszor likviditási, tehát pénzügyi hiányok lépnek fel, pedig önmagában az ötlet jó, a kezdeményezés jó, csak lehet, hogy másképpen kell árazni, illetve amit pont az árazás kép kapcsán még megemlítenék, az a marketing. Tehát azt felejtjük el nagyon sokszor, hogy tulajdonképpen a termékünket fel kell építeni, piac közelébe még kell tenni, és így erősíteni a a piac képességét azáltal, hogy egy jó csomagolást, egy jó brendet, egy jó szlogent kitalálunk a termékeinknek. Ez a képzés ebben is próbál segíteni.